Üdvözlöm a kedves nézőket! Önök a Nagyítót látják, a Ma Hét Média Család politikai háttérműsorát. Vendégünk a stúdióban Kollek Zsolt, a Magyar Hétheti Lap újságírója. Szerbusz Zsolt, üdvözöllek a stúdióban! Szerbusz Krisztián, én is üdvözlöm a kedves nézőket! Mivel is kezdhetnénk a mai adást, mint azzal, hogy Szlovákiának új köztársasági elnöke lesz szombattól? Ugye beiktatják Zuzana Csaputovát szombaton, Pozsonyban. Az utóbbi hetekben érdekes hírek jöttek a köztársasági elnök házatájáról. Ugye tudjuk, hogy Zuzana Csaputová ígéretéhez híven kinevezett egy ilyen kisebbségi tanácsot maga mellé, minden szlovákiai kisebbségből két-két személyt, egy nőt és egy férfit. A magyar jelöltek, vagy a magyar tanácsadók, ugye Simon Attila és Németh Ilona. Mit gondolsz Csaputová ezen gesztusáról? Egyáltalán több ez, mint gesztus? Valószínűleg igen, bár nyilván a tettek fogják mérni, hogy mekkora hozadéka lesz. Korábban ilyen rendszer szintű testület nem működött, ahol legalábbis az etnikai kisebbségek, nemzetiségek képviselői is jelen lehettek. Az más kérdés, hogy milyen rendszerességgel fog ez a testület ülni, és mennyire számítanak ők közvetlen tanácsadónak. Semmiképpen sem mérhető a többi tanácsadó helyzetével, akik belső tanácsadók. Ugye régebben meg is különböztették, egy-egy koronás fő mellett működött a titkos tanács, akik a belső kör voltak, és persze egy nagyon széles szakértői gárda segítette minden időben a kormányzást, ezért tovább az államfők körében is. Most hát valószínűleg az idő fogja mindezt megmutatni. Gesztusként értékelhető természetesen, és hogy ez milyen módon terítődik meg tartalommal, az persze attól is függ, hogy Csaputová mekkora figyelmet fog szentelni majd a nemzeti kisebbségeknek. Most ugye látjuk, a közelmúltban erre már utaltak jelek, hogy a pártja, a Progresszív Szlovákia egy komoly kampányt indít, vagy tűnik indítani a kisebbségek irányába. Ugye látva azt, hogy nagyon sok felvidéki magyar választó elbizonytalanodott, érzékelve a hagyományosan a szavazataikat megnyerő pártok körüli bizonytalanságokat, már olyan tekintetben, hogy meg tudják-e újítani, vagy meg tudják-e őrizni a parlamenti szerepüket, és hát erre rájátszik a Progresszív Szlovákia. Én úgy gondolom, hogy ebbe épül bele az elnöknek ez a lépése is. Tehát, hogy helyén kezeljük ezt a szituációt, egy ilyen piaci részt találtak tulajdonképpen a Progresszív Szlovákiánál a magyar szavazók szavazataira tekintettel? Mindenképpen a politikai piacon mutatkozik ez a rés. Vannak olyan választók, akiknek már a híd nem a pártjuk. Tehát itt leginkább azért a liberális elkötelezettségű, vagy afelé nyitott, az értékkör felé nyitott magyar választókra gondolhatunk elsősorban. Egy-egy gesztussal a progresszívek meg tudják szólítani ezt a választói kört. De természetesen azért az egész közösség profitálhat ebből a lépésből, hiszen ha az elnöknő asztalára ténylegesen oda kerülnek azok az ügyek, amelyek a közösségünket foglalkoztatják, akkor azt is mondhatjuk, hogy ez több, mint gesztus, ez már egy eredmény. Ezt most még nem tudhatjuk, megelőlegezhetjük legfeljebb a bizalmat Zuzana Csaputovának. Beszéljünk egy kicsit a tanácsadók személyéről, ugye Simon Attila történészt, az akadémia külső tagjának frissen megválasztott Simon Attila történészt, illetve Németh Ilona képzőművész egyetemi tanárt választott a Zuzana Csaputová maga mellé a kisebbségi tanácsosi pozícióba. Mit várhatunk ettől a két embertől? Ugye mindkét személy aktívan képviseltette magát, a sajtóban is hallhattuk akár az írásaikat, gondolataikat visszaolvashattuk. Ugye Németh Ilona sokkal inkább elkötelezett, fogalmazunk így a kultúrbalos értékkör mentén, tehát ez a klasszikus liberális, baloldali liberális gondolkodó. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy sok tekintetben van nézetazonosság a progresszívek és ő közte, tehát ez így valószínűleg indokolhatta a kinevezését, találtak a magyar értelmiségi körben olyan embert, aki hasonló nézeteket vall. Ugye számos ponton ütközik az Orbán kormánnyal, hallhattuk a kritikus véleményét az Orbán kabinet irányába. Simon Attila jóval visszafogottabb ilyen tekintetben, tehát egy ilyen markáns kritikát nem fogalmazott meg. Aktuál politikával nem is nagyon foglalkozik, tulajdonképpen inkább emlékezett politikával történészként. Kétségkívül, tehát ő talán, ha használhatjuk ezt a szót, kevésbé megosztó személyiség. Történészként a munkáját ugye jobban ismerhetjük, értékes munkát végez a két háború közötti kapcsolatok, akár szlovák-magyar viszonyrendszer jobb megismerése érdekében. Tehát ő azt gondolom, hogyha egy-egy ügy, a nemzeti közösségünket érintő ügy téma lesz, akkor bizonyára megteszi a dolgát, és,
és közvetíti az elnök felé ezeket a, panaszokat, vagy, igényeket, amelyeket a közösség megfogalmazhat. Tudom, hogy nem nagyon szereted az ilyen típusú kérdéseket, de talán ilyenkor egyfajta kötelesség is, hogy a beiktatás előtt egy kicsit jósoljunk. Milyen köztársasági elnökre számítasz a következő ciklusban? Harcos köztársasági elnöke lesz Szlovákiának, vagy inkább egy kicsit ilyen visszafogottabb és a politikai, mindennapi politikai játszmákból kimaradó elnöke? Én feltételezem, hogy a következő parlamenti választásokig Kiska örökébe lép és konfrontatív szerepet vállal továbbiakban, tehát ugye nyilván egy ellenzéki párthoz kötődik, a progresszívekhez, amely úgy tűnik a legnagyobb riválisa a hatalmon lévő pártnak, tehát ugye a legerősebb kormánypártnak, a Smer SZD-nek, tehát addig mindenképpen jövő tavaszig én azt gondolom, hogy ezt a konfrontációt vállalja, bár habitusánál fogva, meg politikai szerepfelfogásánál fogva talán kevésbé fog nyílt konfliktusba beleállni, mint ahogy azt tette Andrej Kiska. Ez ugye ez már a személyiségből fakad, bár ez inkább csak jóslat, mint sem a tények ismeretéből fakad, hiszen megint csak azt tudom erre válaszolni, hogy a jövő fogja igazából láttatni, hogy milyen ember, milyen köztársasági elnök válik Csaputovából. Ami egy kicsit kérdőjel meg rejtély, azt hiszem ezzel sokan vagyunk így, igazából nem tudjuk, ahogy a pártja programjáról is igazából keveset tudunk, úgy az elnöki program is azért meglehetősen homályos. Azt láthattuk, hogy nem akar nyílt konfliktust vállalni semmilyen társadalmi csoporttal, ugye hangsúlyozottan azt mondja, hogy mindenki elnöke szeretne lenni, beleértve a nemzeti kisebbségeket is, ilyen módon ez a gesztus, ez tehát ugye értelmezhető, elhangzott. Azonban előbb-utóbb eljön majd minden politikus életében az a helyzet, amikor át vagy bét kell mondani bizonyos kérdésekben, és ez már egyes társadalmi csoportok érdekeit sértheti is. Ekkor fog kiderülni, hogy milyen elnök, mennyire áll bele a konfliktusokba, mennyire hajlandó a saját igazáért kiállni. Ugye azt tudnunk kell, hogy a köztársasági elnöki pozíció inkább egy szimbolikus hatalmi térteret vagy jogkört jelent Szlovákiában. Ugye Andrej Kisztánál láthattuk, hogy ő ezt fokozatosan hát feszegette ezeket a kereteket, és szeretett volna ebből kilépni. Ugye már készül arra a szerepre, pártpolitikusi szerepre, amin elindul, tehát hogy a végrehajtó hatalom felé kacsint, mert hogy a köztársasági elnöki pozíció az nem a végrehajtó hatalommal azonosított, egy szimbolikus hatalmi jogkör Szlovákiában. Mielőtt ezt a témát lezárnánk volna, egy egészen friss hír, ezt ha jól emlékszem, talán ez mai hír, hogy Stefan Harabin, már beszéltünk erről a stúdióban, ugye egy ilyen, hát nem is támadta a választás eredményét, de aggályait fejezte ki, és hivatalos beadványban fordult az Alkotmánybírósághoz a köztársasági elnök választás eredményével kapcsolatban. Ma érkezett a hír, hogy ezt a beadványt az Alkotmánybíróság csak a teljes testületével fogja kivizsgáltatni, tehát olyan alkotmánybírókkal, akiket majd Zuzana Csaputová fog a székükbe ültetni. Nem szül ez rossz vért mindjárt a beiktatás előtt rögtön egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy vitatható vagy aggályos lépéssel kezdi? Hát hogy ez egy faramici döntés, de igazából Zuzana Csaputovát egyelőre ez még semmilyen módon nem minősíti, nem tudhatjuk előre, kiket fog kinevezni, milyen módon fog ez a kinevezési folyamat zajlani. Hát ugye fogalmazunk úgy, hogy Harabin esetében azért nem a jogállam jut eszünkbe. Persze. Ilyen módon ezt a fricskát... Persze ez nem jelenti azt, hogy nem lehet esetleg igaza vagy alapja ezeknek a beadványoknak. Természetesen ez ugye ketté választható. Inkább azt mondanánk, hogy a viselt dolgai és a korábbi politikusi múltja okán a legtöbb szlovákiainak nyilván a támogatói másképpen gondolkodnak. Nem a jogállamiság az a leginkább, ami eszükbe jut Stefan Harabin. Hanem a borovicska. Igen. A most következő témánál igyekszem egy kicsit hát lassabban beszélni a szokásosnál, mert elég komoly indulat fortyog bennem a téma kapcsán. Szerintem a nézők már tudják, hogy miről lesz szó, ugye a múlt heti úzvölgyi incidensről. Hát a csatának azért túlzás lenne nevezni, de mindenképp villongás vagy incidens az illik rá. Ugye mi is történt? Beszéljük át ezt egy kicsit először. Helyezzük el Úzvölgyét a történelem térképén. Ugye egy katonai temető körül zajlik most a román-magyar csatározás vagy konfliktus. Hogy kerül Úzvölgyébe ez a katonai temető? Te történészként kérlek, ezt kicsit vázolt fel. Ugye Úzvölgye a történelmi román-magyar határon fekszik, a mai Bákó megye és Hargita megye határán. És hát ugye a vitát az indította el, hogy egy elnéptelenedett községről beszélünk. Úzvölgy ma már egy lakatlan egykori község, ahol ezt a katonatemetőt hát kegyeleti okokból elhelyezték.
Ugye tudni kell, hogy az első és a második világháború idején is frontvonal húzódott, több-kevesebb ideig, a második világháború idején viszonylag rövidebb ideig. Ez tulajdonképpen a keleti Kárpátok hegyei így között van. Ez a keleti Kárpátok hegye, tehát egy könnyen védhető stratégiai helyszín. Ugye az első világháború idején Románia 1916-ban belépett az osztrák-magyar monarchia ellen a háborúba. Előzetes ígéretükkel ellentétben? Így van, hiszen korábban szövetségesek voltak, de ígéretet kaptak az antant hatalmaktól, a később győztes antant hatalmaktól magyar területek megszerzésére. És hát ez kiváltott egy nehéz pillanatban, 16 nyarán éppen rosszul állt a központi hatalmak szénája, ugye orosz támadás, nyugati fronton is nagy ellenséges fölény, és Románia ezt a pillanatot használta ki. Ennyiben a párhuzam megállja hét a második világháborúval, akkor is a keleti front egy rossz pillanatában, az összeomlás idején Románia hátba támadta korábbi szövetségeseit. De lényeg a lényeg, Románia nagy részét elfoglalták 16 végére, 16 decemberére a központi hatalmak, németek, osztrák, magyarok. Ellenben Moldva határán hosszú ideig húzódott még a front. Ugye Havasalföld, Romániának két tartománya, vagy két történelmi országrésze van, Havasalföld és Moldva. Moldva az az északabbi országrész, amely Erdély és Moldova önálló köztársaság, nem összekeverendő között helyezkedik el. Na most itt ezen a frontvonalon számos áldozat esett el, románok is és magyarok is. Ebbe a katonatemetőbe azonban zömmel magyar katonák sírja került, és ugye az emlékezett politikai vita arról zajlik, hogy vajon ebben a tekintetben is újra lehet-e írni a múltat. Romániában ugye, és ezt érdemes Szlovákiából látva pontosan tisztázni, sokkal inkább forrnak még az indulatok, tehát a magyar kártya, amit itt Szlovákiában is szoktak emlegetni, sokkal inkább ott van a politikusok kezében, és ezekre az indulatokra, akár emlékezett politikai indulatokra, a szimbolikus térben viselt magyar-román csatározásokra sokkal inkább játszanak a politikusok. És ugye hát lehet egy olyan olvasata is most ennek az incidensnek, hogy az európai parlamenti választáson a legerősebb román kormánypárt, ugye a szociáldemokraták milyen alul teljesítettek, van egy ilyen bizonytalan kormányzati helyzet. Ebben a pillanatban, ugye hát a románoknál is egy korábban is látott megoldás, fölhevíteni a nacionalista indulatokat, játszani ezzel a bizonyos magyar kártyával. De könnyen elképzelhető, hogy ezt az incidenst akár az állami szervek is támogatták, erre ugye utalnak jelek, hogy a csendőrség hát nem úgy végezte a munkáját, persze, ahogy kellett volna. És hogy egy picit a nézőket közelebb visszük a történtekhez, bár bizonyára mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy miről beszélünk. Ugye a székelyek próbálták megakadályozni, hogy a románok ott elhelyezzék azokat a jelképeket, amiket ők szerettek volna. Hát fölavatni ezeket a jelképeket, igen, hiszen akkor jogilag is sokkal nehezebb aztán ezekkel mit kezdeni. Még hónapokkal ezelőtt elhelyezték 51 néhány, hát egy ilyen brutalista betonkereszt parkot, igen, illetve az kelt előzmény, a keresztet elég fura szimbolikával. Az előzmény ugye az, hogy a román önkormányzata, 21 néhány kilométerre lévő Dormán-falva önkormányzata ugye magához vontott a kezdeményezést, lévén, hogy ez az ő területükön található ez a katonatemető, és elhelyezték ott ezeket a jelképeket, és ennek a szimbolikus felavatása, vagy egy ortodox szertartással egybekötött felavatása volt az, ami kiváltotta ott ezt az incidenst. A székelyek ezt próbálták egy élő sorfallal, egy ilyen csendes kiállással, jó székely szokás szerint ugye dacolni mindig a megtörténtekkel, és hát ezt fölváltotta az erőszak, ugyanis nem tudni pontosan kik, hogyan, miért, de felhevült emberek érkeztek oda a helyszínre, akik erőszakosan léptek fel, és a csendőrség több egy ideig, emberről beszélnek, akár itt ezekben is beszélhetünk, ha jól emlékszem. Ellenben ugye a csendőrség egy ideig állta ezt a rohamot, és aztán furcsa mód, amikor mögéjük kerültek, onnantól kezdve egy kaotikus helyzet alakult ki. Ez a helyzet egyébként kísértetiesen emlékeztet, bár nem lett olyan véres vége, hál' Istennek, a 29 évvel ezelőtt lezajlott fekete márciusra, ugye a marosvásárhelyi pogromok idejére nagyon sok erdélyi ezt végigélte, és joggal merült fel, azt hiszem, a párhuzam, bár még egyszer mondom, és hozzáteszem, hogy hál' Istennek nem volt ennyire tragikus a vége, tehát halálos áldozatot a konfliktus nem szedett. Ugyanakkor nem sokan múlott szerintem. Abszolút, hát ha hihetünk ott a helyszíni tudósításoknak, idős székely asszony fejét zúzták be kővel, ami nem okozott végzetes sérülés, de itt nagyon komoly, akár súlyos sérülések is volt. Hogyne, tehát ha a fizikai sérülések között
ha nem is történt volna annyira komoly, mégis azért a lelkisérülések, ezek az üzenete annak, hogy a magyar vagy osztrák-magyar katonasírokról kidobálják a mogyorófa kereszteket a temetőn kívülre, illetve hát mindenki látta a fölvételeket, ahogy a székelykaput puszta kézzel barbár módon gyakorlatilag szana szétszedik. És mindezt úgy, hogy a rendőrök pedig végignézik. Igazság szerint pontosan ebben rejlik szerintem is a magyarázat, hogy a megfélemlítés az, amit ezzel el akarnak érni. Egyfelől ugye van egy politikai bizonytalanság, akkor ez alkalmas elterelni a aktuális problémákra a figyelmet, ugye a nacionalista indulatok felszítása. Másik pedig az, hogy ugye sose felejtsük el, románokban mindig ott van, hogy azért sokszor érzékeltetni szeretnék, hogy ki az úr a háznál, és ez egy nagyon brutális, világos üzenet erre. És akkor érdemes itt egy picit most más kontextusba helyezni, akár egy picit európai vagy világpolitikai összefüggéseket is keresni a dolgok mögött. Ugye egy hát közhelyként kezelhető tény, hogy Románia az Amerikai Egyesült Államok egyik legbiztosabb szövetséges és partnere a kelet-európai térségben. Ilyen módon kitüntetett szerepben van a román diplomácia, és nem tudnak akkorát hibázni, amit esetleg az amerikai külügy ne védene meg. Hát ennek történelmi hagyománya, hogy annak a románok nyugatbarát, illetve hát mondjuk így, hogy antantbarát kapcsolatainak, ha csak a francia kapcsolatra gondolunk például. Igen, természetesen, meg ugye hát arról is regék szólhatnak, hogy mennyire lehet számítani Romániára, mint megbízható szövetségesre. Igen, ha jól ugyanakkor 6 vagy 7 pálfordulás történt az első és a második világháború alatt. De ugye láthatjuk, hogy ez kifizetődőbb magatartás. Ellenben hogy szabad ne feled még azért itt az orosz kapcsolatot is érdemes talán felvetni, mert ugye ahogy Románia nyugatbarát, úgy legalább annyira hát ellensége, vagy legalábbis mindig is potenciális ellensége Moszkvának. Ez megvan az aggodalom, a félelem a románokban. Oroszországra hagyományosan egy ellenséges nagyhatalomként tekintenek. Hát és csak ott van a vitatott státuszú Moldova, vagy a Dnyeszter-menti köztársaság esetében. És miközben itt beszélünk, hogy ott is egy nagyon kaotikus így politikai van, pont helyzet alakult jelenleg, ki. Igen, így van, így van. Úgyhogy sejthető, hogy a világpolitikai játszmák erőterébe került Erdély is ilyen módon, hogy Moldova egészen nyilvánvalóan ott van, az teljesen biztos, hiszen ugye megbukott egy orosz barát, meglehetősen korrupt rendszer. Ha jól emlékszem, épp ma legitimálta a román parlament, vagy a román kormány az új választásokon. Győztes, mondjuk így, győztes moldovai igen, kormány. Igen, ugye tudni kell, hogy a moldovaiak, hát tulajdonképpen román nyelvet beszélnek, a Szovjetunió idején egy picit eltávolodott a nyelv, egy önálló nyelvjárást alkottak, cirillbetűs ABC-t, de ugye az ország lakossága, a Moldova lakossága megosztott, ugye ott élnek a román etnikumúak, és élnek mellettük oroszok is és ukránok is, és nagyon sok román ajkú Moldován is érez egyfajta hát ilyen nosztalgiát az egykori Szovjetunió irányába, tehát azért nem lehet ennyire vegytisztán románként leírni Moldovát, de nyilván Romániában is vannak olyan politikusok is akár, akik Moldovára úgy tekintenek, mint egy lehetséges román földre, amely majd ugye egyesülhet, vagy az ő értelmezésükben újra egyesülhet hát, Romániába. Hogyha belegondolsz, és mondjuk Európából kellene mondani egy országot, amelyik legelőbb fog széttesni a közeljövőben, akkor könnyen lehet, hogy szerintem Moldova az egy jó esélyes tipp lenne. Ugye Moldova de facto szétesett, hiszen a Dnyeszteren túli terület, az úgynevezett Transnistria, az egy ilyen formálisan független állam. Ugye már a 91-es önállósodáskor is háborút vívott Moldova igen, többi részével, és az orosz katonai támogatással sikerült egyfajta ilyen hát korpusz szeparátumként elkülönülni Moldova többi részétől. Egy picit még visszatérjünk az újzöldi konfliktushoz. Ugye sokakban talán fölmerülhet az a párhuzam, amit Demko Attila Mágiatűz című nagy figyelmet kiváltott politikai thrillere vagy geopolitikai thrillere írt le, ugyanis ugye ott is úgy indul egy hát izgalmas politikai krimi, hogy van Erdélyben egy véres, itt azért ennél tragikusabb kimenetelő incidens, amire hát az orosz titkosszolgálat alaposan ráérez, és próbálja Magyarországot beleráncigálni egy román-magyar konfliktusba, ugye ez az orosz diplomáciai érdekeit is szolgálna. Most, ha picit itt tovább gondoljuk, hogy mi is történt az elmúlt hetekben, hónapokban, Magyarország diplomáciai helyzete milyen módon változott, azt azért látjuk, hogy némileg a magyar diplomácia eltávolodott attól az orosz barátként elkönyvelt, beszéltünk már róla, hogy sok tekintetben ez igazságtalan elkönyvelés, de mégiscsak több gesztus gyakorolt az Orbán kormány Putyin irányába.
Ellenben most láthatóan, ugye nemrég volt a Trump találkozó, tehát az Egyesült Államok felé kezd egyre élénkebb magyar diplomáciai kapcsolat kialakulni, és egyes elemzők úgy számolnak, nem tudom, hogy mennyi az összeveskős elmélet és mennyi a valóság, de fölvetni mégis érdemes, és beszélni róla is érdemes, hogy az orosz diplomácia még időben szeretné összeharagítani Magyarországot és Romániát, ugye azzal számolva, hogy ha választania kell az amerikai diplomáciának Románia és Magyarország között, mindenképpen Románia az értékesebb szövetséges, és akkor Budapesten esetleg úgy fogják látni, hogy egy-egy ilyen konfliktusban újra csak Moszkvára számíthatnak. Elképzelhető, hogy egy ilyen fejlemény van. Az, hogy egy-egy ilyen incidens kirobban Kelet-Közép-Európában, azért azt sejthetjük, hogy a titkosszolgálatok keze nem teljesen mentes ettől. A román belügyi szervek tevékenységét azt egészen egyszerűen letagadhatatlanul láttuk. Minden más egyébként az találgatás természetesen, de elhelyezve egy-egyfajta ilyen világpolitikai kontextusban rögtön látjuk, hogy jóval nagyobb tétje van egy-egy ilyen konfliktusnak, mint egy helyi ügy, egy katonatemető ügye. Még csak nem is román-magyar diplomáciai konfliktus pusztán, hanem láthatjuk, belehelyezhetjük ennél egy jóval szélesebb kontextusban. Emlegetted a titkosszolgálat szerepét, hát ha belegondolunk abba, hogy a volt szovjet vagy kommunista blokk államai közül talán a kelet-német Stázit leszámítva, ami ugye megszűnt gyakorlatilag, a Securitate utódja, Securitate volt talán a legkeményebb és legszervezettebb titkosszolgálat, aminek az utódja, az örököse az ma is működik Romániában. Elemzők szerint egyébként olvastam egy-egy ilyen cikket, hogy valami furcsa helyzetből kifolyólag az ellenzék is nagyon jó kapcsolatokat, a mai mostani ellenzék is nagyon jó kapcsolatokat ápol a román titkosszolgálattal, tehát elég jó beágyazottság van, ez kicsit szokatlan szerintem, hogyha belegondolunk. És a te általad említett forgatókönyv, miszerint a román kormánypárt, a Szocdem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen ellenségkeresés gyanánt provokálta volna, vagy eszkalálta volna ezt a konfliktust, mondjuk hasonlóan, mint az SNS tette a magyar himnusz törvénnyel kapcsolatban, szerintem valós a párhuzam ilyen szempontból. Szóval van egy olyan elmélet is, hogy pont a román ellenzék az, amelyik azt az RMDS-t, amelyik korábban támogatta egyébként a mostani román kormányt, összekívánja ugrasztani a román kormánypártokkal, és ezáltal gyengíteni nyilván a PSD-nek, a Szociáldemokrata pártnak és a szövetségeseinek a hatalmát. Én azt gondolom, hogy ez akár meg is állhatja a helyét, hiszen a román kormánypártok és ellenzékük között, most leszámítva tényleg a frissen alakult a Magyar Momentumra, meg a Szlovák Progresszívekre hajaszó SR Pluszt, gyakorlatilag posztkommunista gyökereken épülő pártok voltak, és ilyen módon megmaradtak azok a kapcsolatok, amelyek a korábbi világot jellemezték. Úgyhogy nem volt igazán különbség a román, mindenkori román kormány is ellenzékek között. Odna. Tehát ezek a számítások, hogyha a román elemzők ezt leírják, akkor nem áll messze a valóságtól természetesen. Hát rengeteg a közös pont, talán egy nemzeti minimum a román sovinizmus is, hogyha belegondolunk az utóbbi. Hát most az utóbbi két évben volt már három vagy négy román, új román kormány, illetve új miniszterelnök ugyanúgy a szocdemeknél. De ha visszagondolunk a Basescu féle pártra, vagy a hasonló, tehát a román sovinista erők azok mindig erősek voltak. Igen, ugye Basescu azzal hirdette magát, meg a pártját, hogy majd ő hozza el a posztkommunista fordulatot, tehát a kommunizmus utáni új reformfordulatot Romániában, miközben pártjában ő maga is és mások is ebből a posztkommunista világból jöttek. Tehát nem lehetett igazán különbséget tenni, nem volt olyan világos, hát jól meghúzható vonal, mint mondjuk Magyarországon, hogy ugye ott az MSZP, az utódpárt és az esetek hozzá kötődő erők, míg velük szemben megszerveződött egy velük szemben határozottan kritikus és múltját tekintve is antikommunista párt. Romániában ez nem volt igaz. Mondom, most egy pici átalakulás van a politikai térképen. Az USR Plus egy fiatal párt, és rájuk már ez a régi képlet nem jellemző. Most ugye az RMDS-t is el kell helyezni ebben a térben. Az RMDS-nek is voltak olyan politikusai a 90-es években, sőt még a 2000-es évek elején is, akik jól beleillettek ebbe az összromán kontextusba. Nyilván ott is van egy generációváltás, tehát nem egy általánosítás akart lenni a részemről a román pártok felé. Nyilván minden pártban van egy bizonyos generációváltás, de ezek a régi klisék, régi sémák alapján azért még jól fölismerhetően ott vannak ezek a kapcsolatok, akár a régi titkosszolgálati kapcsolatok. Zárásul akkor nincs más hátra, beszélgessünk kicsit a megoldásról. Mit lehet kezdeni ezzel a konfliktusról? Ugye Szijjártó Péter, a
napokban nyilatkozta, hogy a valódi bűnösök felelősségre vonását várja el a magyar állam Romániától. Kikre gondolhatott ezekre a politikai aktorokra, akikről mi most beszéltünk? Nyilván a provokációt végrehajtó, kivitelező, előkészítő személyeket ki kell, meg kell nevezni, ugye a nyomozás során ezeket ki kell deríteni, a hiányzó szálakat. Most kétség, hogy van-e kétségem van a felül, hogy a román államban van-e, vagy a román belügyi szervekben van-e akarat arra, hogy itt valaha a teljes igazságot. Hát azt hiszem, kimondhatjuk, Zsolt, majd egymás között vagyunk, nincsen. De hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy van-e esélye Magyarországnak, hogy kikényszerítsen valamiféle megoldást, olyan megoldást, amelyben benne van a jóváltétel, vagy valamiféle, hát hogy mondjam, a székelyek felé egy gesztus, egy bocsánatkérés. Ezt hát meglehetősen nehéz elképzelni. El tudom képzelni, hogy Románia több provokációt most nem vállal, és az is már egy eredmény, tehát nem indul el egy erőszakspirál, egy erőszakhullám, ugyanis ez a veszély fenyeget, vagy fenyegetett, vagy be voltak ilyen pillanatok. Ugye nem sokkal később volt a csíksomlyói búcsú, ami ugye a legnagyobb kárpát-medencei magyar ünnep, vagy ünnepek egyike, és bizony ott is fenyegetett az, hogy mi van, ha a románok provokációt indítanak, nem történt meg. Tehát azt lehet látni, hogy bár nyilván forrnak az indulatok, és mi azért egy 1000 kilométer távolságból elemezzük mindezt, tehát nem Erdélyben élünk, és nem éljük meg az ottani mindennapokat, de feltételezhető, hogy ez az erőszak hullám, ez most már nem történik meg, vagy nem a mostani, mostani incidens közvetlen folyamányaként, ha ez valaha megtörténik, ne történjen, persze innen is ezt kívánjuk, de sajnos a magyar-román viszonyban kódolva van egyfajta ilyen bizalmatlanság és ellenséges viszony, hogy ez változhat-e a jövőbe. Nyilván nem a magyar kormány szándéka szerint alakul most ez a kétoldalú viszony, hiszen a magyar kormány, ahogy a visegrádi politikája mutatja, keresi az együttműködés lehetőségét a szomszédos államokkal, így Romániával is. És a rossz viszony az a román kormány akaratából, vagy inkább az ő törekvéség miatt alakult ki. Hát Orbán Viktor többször is beszélt arról, hogy mondjuk így, hogy a volt kisantant államai közül Románia az egyetlen, amelyikkel egyszer nem bírnak az utóbbi, ki tudja most már hány évtizedben, zöldága vergődni. Nem volt mindig így, hiszen az általunk említett Băsescu korábban Orbán partnerének számított, legalábbis a nemzetközi küzdőtéren egymás mellett voltak, vált vetve. Emlékezhetünk, hogy Băsescu még tusványosra is elment, mondott, amit mondott, de már a jelenlétével is igazolta, hogy talán ő az a politikus, aki hajlandó valamit tenni a magyar-román közeledés érdekében. Azután pedig vett egy fordulatot, mondjuk kinyíltan magyar ellenes fordulatot, és el is távolodott Orbán pártjától, nemzetközi szintéren is természetesen. Románia ilyen módon egy kicsit éket ver a közép-kelet-európai országok közeledésébe, hogy ez meddig fog megtörténni, ezt nem tudjuk. Lehet, hogy Romániában is történik egy fordulat. Nekik ugye az amerikai diplomáciai kapcsolat mindennél fontosabb, és ezt a visegrádi együttműködést kevésbé érzik fontosnak éppen emiatt. Zsolt, köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Jövő héten többet tudunk majd bizonyára az újvölgyi dolgokról. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. A nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Minden jót kívánok, viszontlátásra. Viszont.